Kedves nézőink, folytatjuk sikeres vállalkozók, sikeres vállalkozások című sorozatunkat, és nagy tisztelettel köszöntöm mai házigazdánkat, Aranyos Tamást, vagy a művész nevedet Bubi Tomi, vagy mindenki ismer a városban. Üdvözöllek én is benneteket. Tényleg én azt hiszem, hogy Tiszavasvári egyik legrégebbi vállalkozásáról van szó. Nyilván nem te kezdted el, meg nem is kezdted el 1948-ban, de az, hogy sikeres, ahhoz kellett egy vállalkozás is, és kellett egy olyan ember, aki ezt tovább tudja vinni. Én azt hiszem, hogy mindenképp kezdjük el a kezdeteknél, menjünk vissza, és emlékezzünk vissza Bunda Pista bácsira, aki ült a lovon, mellette Gyuri, Szódás Gyuri, és hordták az akkor még faluba a szódát. Nem tudom, hogy mennyi emléked van erről, illetve a cég alapítástól, hiszen 48-ban Maszek Szódásnak lenni nem volt azt hiszem egyszerű. Igen, hát nem volt egy lányáló, nem volt könnyű menet, de sikerült nagyapámnak megcsinálni, sikerült egy szikvízüzemet összehozni, ami igen sikeres volt, amit későbbiekben, ha jól emlékszem az elmondások alapján, az akkor ott 50 körül el is vettek tőle, majd utána a későbbiekben ugye ismét megcsinálta az üzemet és folytatta a tevékenységét. Én gyerekkoromból emlékszek rá, hogy nagyon sokat dolgoztam ott nála, nagyon sok hétvégenként mindig ott voltam. És én mindig ott voltam az üzem körül, az üzembe. Ő tanított meg engem palackozni, szódavizet készíteni. Hány éves voltál ekkor? Körülbelül? Hát szerintem már amikor odaengedtek a gép mellett, akkor 11-12 éves lehettem. És mindig, mai napig emlékszem, mindig százszor elmondta, hogy hogy kell palackozni. Minden egyes alkalommal elmondta, hogy ez megragadt az emberbe. A kisöreg tényleg, aki ismerte, mindenki hálás szívvel emlékszik vissza rá, hiszen jó lelki, jó indulatú ember Igen. volt. Neked milyen emlékeid vannak vele kapcsolatosan, hiszen attól függetlenül nyilván, hogy nagyapád volt, de biztos bele tudták kukkantani olykor-olykor egy-két ilyen üzleti dolgában. Hát az üzleti dolgaiban meg nagyon szeretett szórakozni. Arra visszaemlékszem, az nagyanyám is mesélte, mama. Az a nagyapád az éjjel-éjszaka szóltak neki, hogy kifogyott a szódavíz a nájlomba, és akkor a lovaszekére felment, aztán volt, hogy a ló már egyedül jött haza, mert megmondott a várakozást. De csak szódás volt. Igen, egy kis borra, csak egy kis borra. Mindig csak egy kis borra. Hát az üzleti életében, hát nem is emlékszem, hogy volt ott valamiféle belelátás, de azt tudom, hogy nagyon sokat dolgoztam ott, meg jó, meg örömmel mentem mindig dolgozni oda hozzá, de... Még emlékszem, az a régi hagyományos gépre, az a... Ja, bizony, a lapos szélhajtás, a csatok... Igen, a csatok, üvegek voltak, azok néha-néha eldurrantak. Volt bizony olyan, hogy egyszer eldurrant kettő, aztán ijedtem be, a villanykapcsolóval akartam lekapcsolni a gépet, úgy meg ijedtem, mert teljesen egy lezsibbattam, és néztem, hogy úgy nem talált, ugye, mint a kézigránát úgy ment széljelve, amikor az üveg, de hál' Istennek nem történt ilyen baleset. Sőt, ott nem is történt a bazüzemben, emlékszek, hogy lett volna nagyobb baleset ebből kifolyólag. Na hát az indításról és a nagyapáról beszélgettünk már, aztán jött a sajnálatos eset, amikor végleg távozott, itt hagyta a szódásüzemet, itt hagyott benneteket, és igen, utána jött ez a családban, amikor na, akkor hogyan tovább? Én akkor negyedikes voltam, Hajdú Nános a szakközépiskolában jártam, akkor negyedikes voltam, amikor papó meghalt, utána érettség után rögtön jöttem ide, mamának segítettem az üzembe, itt dolgoztam nála, hát úgy emlékszem, talán két évig, 94-ig. És akkor 94-ben csináltam egy saját üzemet, ugye, mert akkor jött be ez a idézőjelbe szóda forradalom, tehát megjelentek a PET-palackok, a PET-palackos szódavíz, ami felváltotta az üveges szikvizet, és ugye akkor gyorsan lépni kellett, hogy nehogy valaki más lépjen a helyünkbe. És akkor kezdtem el az édesapámnak a segítségével megcsinálni az üzemet, a saját üzemet. Azt hiszem, mivel ismerem a családodat, volt örökös. Gondolom, akkor sikerült egymás között megbeszélni akkor, hogyan tovább, ki vigye tovább ezt. Persze, a nekem volt rá a legnagyobb ambícióm, hogy ezt csináljam, a többieknek már meg volt mindőiknek a foglalkozása, meg a vállalkozásuk. Hát akkor egyértelmű volt, hogy te viszed tovább? Igen. Akkor még, hát szinte gyerekfejjel, mert azért még 18 éves nem voltam, hát, gyerek, igen, mondtad, 18 voltam, azért mennyire láttál bele, hogy mennyire lehet ez életcél, hogy egy ilyet tovább vinni, vagy láttad ennek az üzleti oldalát, hogy
hogy mennyi pénz lehet benne. Láttam az üzlet oldalát, meg inkább a szeretetet, tehát amit belém nevelt nagyapám, ennek a szakmának a szeretetét. Az üzleti oldaláról meg ott a fater segített, és ő belementünk el, akkor már különböző székvízüzemekbe, ugye már akik nagyobbak voltak, fejlettebbek voltak, és akkor onnan tanultunk sokat. Nem féltették a saját kis titkaikat, amikor elmentetek egy idegen szóda üzembe letöltni? Nem, mert mindig az volt, megkérdezték, honnan jöttünk, ha jól messzire jöttünk, akkor nem féltettek, közelre sose mentünk. Bár vannak közeli szikvizekkel is, vannak jó kapcsolatok, itt Hajdunánáson van, Hóros Antti, tehát ővel is már évtizedek óta jó barátságban vagyunk. Akinek esetleg ismerős a név, hogy Hóros Antal, az önforgató, állandó résztvevője a hajdunánási csapattal is, és általában mindig ott vannak a szélbolyban. Igen, nagyon. És nagyon finom pálinkája van. Igen. De azt nem vízből csinálja. Igen. Nem, és nem is vízözi. Egy kicsit nézzünk bele itt, tehát még úgy az üzleti életben, hogy ahogy mondtad, hogy a petpalackok felváltották a szóda, tehát a szódás szifont, a régi üvegeket. Viszont az áruházakat és a különféle nagy bevásárlóközpontokat viszont elárasztották a különféle gyógyvizek, ásványvizek. Igen. Mennyire volt ez nektek? Hát ez úgy, én 95-ben, amikor elkezdtem, akkor volt egy nagy felfutás, ez tartott körülbelül 2000-ig, utána, amikor berobbant az ásványvíz a piacra, akkor olyan 2004-től lenne egy nagy visszaesés volt, tehát egy 70%-os visszaesés volt körülbelül a szikvízbe. És ekkor gondoltam azt, hogy váltani kell, elkezdtünk mi is ilyen petpalackos ásványvizeknek a forgalmazásával foglalkozni. És a Mizsének, meg a Szent Királynak vagyunk disztribútorai, és elég nagy mennyiségű vizet adtunk el, vagy vizeket adunk el nekik, mert ugye muszáj volt. Majd kollégákkal összedugtuk a fejünket, gondolkoztunk, és akkor belevágtunk 2004-ben a 19 literes balonos vizeknek a palackozásába, amik ilyen vízadagoló gépekre mennek rá. Vízadagoló gépek forgalmazása, bérvadása. Kapcsolatbáltok ezekkel a gépforgalmazókkal, gyártókkal? Persze, természetesen. Hát ezek inkább ilyen importőrök, mert ezek mind Kínából jönnek be, és akkor tőlük megvásároljuk a gépeket, bérbe adjuk, a vizet pedig már mi palaszkozzuk rá, ez már 2004 óta. Nézzünk már be egy kicsit, nem tudom mennyire engedett, hogy belepillancsolok itt a szódavízgyártás rejtelmeibe, biztos nagyon sok embert érdekel az, hogy ami fontos például, hogy milyen a vízminősége, van a saját kutatók vagy közkutról nyeritek, ha van, akkor milyen mélyről jön ez a víz. Ebben az új üzemben, ahol most dolgozunk, ez körülbelül 5 éve van meg, 5 éve dolgozunk itt. Itt saját mélyspúrású kutunk van, ez 90 méter mély, és erre a kút után fel van szerelve egy komoly vízkezelő berendezés, ami 1000 mikronig leszed mindenféle baktériumot, vírust a vízből, és ezt a vizet palackozzuk. Hát ha hinni lehet a kutatásoknak, akkor azt mondják, hogy Tiszavasváriban 23 méter még szennyezett a talaj annak idején, ami innen-onnan elment az alkaloidából, tehát akkor ez jócskán alatta van. Hát igen, 50 méteren volt egy víznyerő réteg, és 90 méteren van a következő. És akkor nekünk a 90 méterről jön. Meg a szűrőberendezés az egy ultra szűrőberendezés, tehát az nagyon komoly berendezés, amit mi csináltattunk ehhez az üzemhez. Mennyire szezonális nektek ez a szódavíz? Mert jó, nyilván nyáron, ahogy jön a nyár, jó idő van. Hát teljesen hőmérséklet függő, ugye télen is fogyasztanak vizet az emberek, van egy alapjárat, de nyáron, mikor bejön a 30 fok meleg, akkor te őrület téboly van, akkor ilyen 4-5-szörösére nő a forgalom, és akkor aztán lehet kapkodni, hogy ki tudjunk mindenkit szolgálni. Bírjátok egyébként? Hát bírjuk, összeszorítjuk a fogunkat, aztán csináljuk. Nézzük más oldaláról. Tiszavasváriban hány családnak tudsz munkalehetőséget, vagy megélhetést biztosítani? Jelen pillanatban 15 családnak. 15 család dolgozik nálunk, vagy 15 ember dolgozik, és azoknak a családjuknak tudunk megélhetést biztosítani. Emellett van még kettő ilyen italcenterünk, tehát ilyen italforgalmazásra is belefogtunk, és akkor ott is dolgozok, két egységben dolgoznak öten. Tehát akkor nagyjából, hogy 20 család él ebből a vállalkozásból.
Tehát ez ahogy fejlesztettük lépésről lépésre a céget, úgy indult, hogy ahogy elkezdett a szódának a forgalma leesni, akkor jöttek a PET-palackos ásványvizek forgalmazása, a balonos ásványvizeknek a gyártása és forgalmazása. Utána PVC készítő készüléket vettünk, tehát PVC-et kezdtünk el gyártani, akkor most már tudunk ionmentes vizet gyártani, elkezdtünk most már jeget is tudunk gyártani, tehát ez mind egymásra épül, ez a víz adott, ugye az alap az a víz, a jó minőségű víz adott, és ezeket a ötféle terméket tudunk gyártani. Hány fokos a víz, mikor feljön? Az 13 fokos. 13 fok, igen. Tehát 90 méterről? Igen, 13 fokos, és lehűtjük, és 8 fokos vízbe palackozunk. Ez valami szabvány, hogy ennyire kell lenni, vagy pedig? Nem szabvány, hanem minél hidegebb a víz, annál több szénsavat tud elnyelni, tehát a szaturáció folyamatában, és akkor jobb minőségű lesz a szóda. Olyan kíváncsi lennék, amikor egyszer jön egy népikes ellenőrzés. Holnap fognak jönni pont. Akkor már mondom, készülj fel arra, hogy kinyomnak egy pohár szódát, és számolják a buborékokat, hogy esetleg nincs egy kis forrolva. De ez állandó poén, gondolom, veletek szemben. Igen, igen. Meg vízözítek a szódát. Igen, feljelentettek, hogy vízözítek a szódát. Hát mikor kiálltam még a lovasszekére is, vagy az autóval, és ilyen házakhoz, házalásnak leveztük, ezt házakhoz voltuk a szódát, ott aztán minden nap elmondták. Legalább 5-6-szor. De meghallgattuk. Árult már el. Nagyon sokat hallani ezt a közmondást, hogy elveri, mint szikvizes a paripáját. Ez honnan jön? Van valami sejtésed? Hát nem hogy tudom, vagy úgy meg van pakolva a szekér, hogy nem bírja elhúzni, és azért kell ütni, vagy pedig... Nekem egy elmondatom volt még fénykoromban, mikor én kiholtam a szódavizet, az akkor, hogy ugye nekem a keszi szóda. Igen. A keszi szóda név, ez onnan, ez nagyon sokan megkérdezik, ez onnan ered, hogy a keresztfiam, ugye amikor a kicsi volt, három, mit tudom, hány éves volt, nem tudta még, nem tudta kimondani a keresztaput, és akkor mi azt mondta, hogy keszi. De most már ügyes, most már ki tudja mondani, de már most 26 éves. De most már név az maradt. Igen, igen, és akkor mindig az volt, hogy itt van keszi, kiteszi, jobban jár, ha beveszi. Ugye, amikor vittem a szóravizet, akkor ez volt egy elmondat. Érdekes, tegnap este bekapcsoltam a tévét, kapcsolgattam, és a Kölcsi TV pont a ti reklámotok ment. És olyan jól eső érzés volt, hogy na, egy hazai termék, ami egy megyei televízióban megy. Ez jelen számotokra bármi előnyt, vagy pluszt? Vagy mennyire sikerült egyáltalán, mivel hogy Hungarikumnak minősül a keszi szóda? Hát maga a székvíz Hungarikum, igen, aztán ugye mi hát ezt gyártjuk, és benne vagyok, igen, így van. Nyíregyházára, a szállítási területünk Nyíregyházára nagyon sok megrendelőnk van. Szerintem a megrendeléseknek a 60-70% az Nyíregyházára megy be, akkor van egy kis Budapest, ott van egy-két cég, ahol szállítunk, de többet már nem vállalunk, hogy a nagy távolság miatt. Hát elviszi azt a távolság, nem? A távolság meg az idő, tehát ott felmegy hajnalba elő a kocsi, és nem tud elintézni, csak 3-4 címet, utána jöhet haza, mert vége a napnak. Hát, hogy Debrecen, Miskolc, tehát itt regionálisan nagyon sok helyre szállítunk. Közel olyan, hát szerintem olyan 1500 címünk van, ahol szállítunk. Ezek közt vannak természetesen magánlakások, és vannak nagy, több ezer fő cégek is, akiknek szállítunk. Nektek az a buli nem, hogy egy helyen minden többet lepakolni, mint az, hogy sok aprót szép. Hát igen, de mindenkit. Tehát megcsináljuk az a kisebb megrendelőket, és meg a nagyobbakat is. Mert ha kiesik, egy nagy megrendelő kiesik, akármi oknál fogva, nekem járt úgy kollégám, hogy neki nem volt csak egy nagy cége, tök jól el volt belőle, és akkor amikor ott azt mondták neki, hogy köszönjük a részvételt, akkor meg kapkodta a fejét, hogy nincs más. Tehát azért mindenkit kiszolgálunk. Akkor ezek szerint a keszi az már most egy olyan védjegy, amit az országban nagyon sok helyen ismernek. Hát igen, igen. Tehát ott itt a kocsik fel vannak iratozva, ez nagyon sokat számít, erre rájöttem. Nagyon sokan telefonálnak onnan, tehát minden nap szinte nincs olyan nap, hogy ne jöjjön megkeresés. Pestről nagyon sok jön, de hát azt nem bírjuk már bevállalni. Ezt lehetne ezt a tevékenységet rosszul csinálni? Tehát gondolok arra, hogy átvetted a nagyfatertől, apukáddal csináltad egy darabig, és utána itt szépen leült volna. Mi kellett volna ahhoz? Hát lehetett volna rosszul csinálni, mert nem jöttek volna fejlesztések, meg nem olyan közegben mozogtam volna, vagy olyan kollégákkal ismerkedtem volna meg, akikkel megismerkedtem, és
és segítettük egymást, meg jó ötleteik voltak, vagy ötleteink voltak, akkor van erre példa, hogy nagyon sokan, ha 3000 szikvizes volt, szerintem a fele van már meg csak. Ugye az ásványvizek miatt sokan, nagyon sokan tönkrementek, de most fellendülés van a gasztróban, mert gasztróban nagyon sok ilyen literes szódavizet adunk, ez a gasztroszódának hívjuk. De ez mennyivel másabb palackozás? Ugyanaz a palackozás, csak kinézete. Ugye másabb, mint nem ott van az asztalon is, tehát ez egy ilyen exkluzív. Ahogy elmondtad, van 20 alkalmazottat, hogy ez milyen a viszony velük? Főnök beosztott, vagy pedig esetleg van, akivel több éve már régebben együtt dolgoztok? Van olyan, akivel 10 éve együtt dolgozott, a legtöbb, igen, ő 10 éve van itt az egyik kollégám, a másik kollégám 7 éve, a 4-5 éve, van aki 4-5 éve van. Elég régóta, azért van át mellett, tehát van cserélődés, de a törzsgárda az megmaradt. Az megmaradt. Szeretnek itt dolgozni? Nem mindegy, milyen egy hát azt nem tudom, hogy dolgozni szeretnek-e, de hogy itt szeretnek lenni, az biztos. Hát meg se kérdem, hogy mi a kafetéria, gondolom, annyi szóra tisztak, hogy igen. Dupla bubival. És nagyon fontos még megemlíteni, hogy a szikvizes kollégák, az egyik szólnak, hogy szikvizes kollégám, a Varga Lajos, ő 2004-ben megalapította ezt mindjárt mondom, olyan hosszú nem, a Magyar Szikvíz Készítők Gerlik Ányos lovagrendjét, aminek én 2010-ben lettem tagja. Itt körülbelül 15 kollega van együtt, akik ugye a szikvizet ismertetik meg, vagy megpróbálják fenntartani ennek a szakmának a gyümölcsét. És csináltattunk egy barátság kelhét, ami 236 literes, ez egy nagy pohár. Ez a Guinness Rekordok könyvében is be van jegyezve, mert ebbe készült el a legnagyobb fröccs, egy 236 literes fröccs. És akkor ezzel a pohárral szoktunk menni, fellépni. Szlovákiába minden évben megyünk, Lendik Ányosnak a szülővárosába, Szímőre. És a fröccs napoknak minden évben meg van csinálva egy nagy fröccs. De most azon gondolkozom, hogy erről már hallottam, biztos, hogy te mondtad, Vasváriban úgy volt, hogy akartok jönni, vagy már voltatok, nem voltatok még magával ez a nagy pohárral, igaz? Egyszer egy málaszőrkot csináltam, amikor itt náltatták a játszóteret, a gyárgyakorlatára, igen. De még egyszer volt még egy rendezvényen is volt, mert mindig úgy szoktuk, hogy ebben megcsinálunk egy nagy fröccsöt, ezért nem kell fizetni, ott van mellett egy verseny, mindig van egy cél, hogy aki bedob akármennyit ad ezért egy pohár fröccsért, akkor ez mindig egy jótékonysági dologra megy, tehát egy beteg gyereknek a gyógyítását segítik elő, vagy egy óvodába kell venni, játékokat, tehát ilyenekre van ez. Ha már kimondtad, hogy jótékonykodás, mennyire érzed fontosnak az, hogy van egy, mondjuk nyugodtan azt, egy jól menő vállalkozásod, és épp ezért szinte kötelességednek érzed azt, hogy ha tudsz, akkor segítesz? Általában sportolókat szoktuk segíteni. Nyíregyházán a Sparinak szoktunk felajánlásokat tenni, ott a vizet mi szállítjuk nekik, de akármilyen rendezvényre kérnek ásványvizet, azt természetesen szoktuk biztosítani mindig. Jótékonysági válok? Jótékonysági válokra is, igen. Mondjuk én egy kicsit ketté vagyok mindig szakadva, mert hogy én laktam Tiszavasváriba, meg itt van az üzemem, de nagyon sokat Nyíregyházára beköltöztünk, és nagyon, hát sokat tartott, itt is sokat tartózkodok, de ott is. És legfőképpen gyerekek oda járnak óvodába, iskolába, a jótékonysági válokon ott szoktunk mindig felajánlani, vagy... Akkor ezek hanem. Szerint ott is tudják, hogy mivel foglalkozol? Persze. Ha kell, hanem muszáj szóra vizet inni. Azért vasvári fiú vagy, úgyhogy nyíregyházi lettél. Nincs sokszor olyan érzésed, hogy azért lett valamilyen szinten jobb volt itt? Hát megmondom őszintén, a Nyíregyházára csak aludni megyek. Haza. De most már haza. Mire megjövök ki dolgozni. Tehát többet tartózkodom itt. De itt is Szavasváriban, és ma úgy, hogy kijövök ide az üzembe, a Gombás András utcára, és mint a reggel bejövök, este meg bejövök a kocsiba, és megyek ki.
És akkor milyen megfontolásból mentetek, gyerekek miatt? Hát egyértelműen a gyerekek miatt, hogy óvoda, iskola, nagylányunk akkor ment gimnáziumba, akkor kezdte el. Ő és már most érettségizett, megkapta jó tanuló, jó sportoló emlékérmet kapott. Na, mi sportol? Kézilabdázik, nagyon profi kapus volt. Tényleg? Aha, Kölcseibe. Kétszer is kap. Mondtam, és nekem mondom, ki fog, meg ráadásul hogy teljesen kitűnő tanul, mondtam, hogy ki fogják olyan a tudományt a fejedből. Ez a Hadobás is van félre? Így van, Hadobás tanár úr, így van. Őket is támogatta egyértelműen. Hány éves sportoló nevelt már ki ő is tényleg? Igen, Hadobás, sokat. Na, mesélj magadról, családról, ami publikus, úgy gondolod. Mert nyilván ahhoz, hogy sikeres vállalkozó legyél, ahhoz kell egy olyan nyugodt családi légkör, egy olyan háttér, ami ezt lehetővé teszi. Igen, most én családom, ötlen vagyunk, ugye a feleségem, ő itt szokott velem dolgozni, itt segít az üzembe. A gyereknevelés mellett kettő fiam van, egy 4 éves és egy 6 éves, meg van a Fruzsina, a nevelt lányunk, ő pedig lent már 18 éves. De már magadének tekinted, nem? Persze, hát ő mikor összejöttem a feleségemben, akkor ő első, akkor ment első osztályban. Uh-huh. Szoktam is mondani a feleségemnek, hogy a Fruzsinával semmi baj nem volt, mondom, az úgy kergetett tegnap a könyve, hogy hagyd mondja fel a leckét, hogy hagyja engem békét. Na mondom, a fiúkkal mondom, biztosan fognak kergetni a könyve, hogy most kezdik az iskolát, a Tomika nagyobbik. Akkor ők tiszta apjuk lesznek. Hát ugye, kíváncsi leszek rá. Tényleg, ha már tanulás, mennyire szerettél tanulni? Ó, hát én nagyon nem szerettem. Én emlékszem, hogy nekem, amikor volt az érettségim, akkor ide jártam Hajdúránásra, mechanikai műszerésznek tanultam a szakközében, és volt az érettségi, és ott pedig a szakmából kellett szóbelizni, és már végén azt kérdezték, hogy mondja már meg a szikvíz törtőgép, hogy működik, mert ugye mechanikai műszak, az is mechanikus csak. Nem mondom, azt el tudom mondani. Jó van, azt akkor mondta, azt akkor áttengedünk. Akkor ez nincs végzettséghez kötve, vagy nem tudom, valamiféle, tényleg valamilyen iskolát kellett végezni? Van, kellett iskola, igen, Budapesten végeztem, mert igen, ott volt egy ilyen szikvíz készítő, sűrítőgyártó iskola, igen, az egy pár hónapos. Tényleg nálatok, most az előbb vicceltem, de most komolyra fordítva, hogyha jön egy ellenőrzés, a minőségét hogy tudják egyáltalán megnézni, mi alapján érték? Hát ebből elvisznek mintákat, kivesznek a három, megnézik, hogy mennyi rekesz van a raktár, és annak alapján kivesznek 3-4 mintapalackot, elviszik, és akkor ezt laboratóriumban megvizsgálják. Emellett mi is küldjük mindig negyed évente. Uh-huh. A vizsgálatra ezeket a palackokat, vagy mert, vizet, termékeket. Hogyha valami nem smakkol, akkor mi az, ami nem jó, ami miatt éppen nem felelhet meg? Hát ez egyedül a legkritikusabb pont a víznek a tisztasága. Tehát az beszennyeződhet, tehát ezért kell folyamatosan tisztítanunk a rendszert, ez havonta mindig van egy cippelésnek nevezik szakmában, ami a különböző savokkal vagy lúggal átmosatjuk a csöveket, hogyha valami lerakódott, akkor az felszedje. Ennyi lett a probléma. Uh-huh. Hát gondolom a szénsavval nem sok gond van, mivel ezt kapják a palackban. Így van. Nálatok van olyan ebben a szakmában, hogy jövő elképzelés, jövőkép? Hogy mi lesz? Hát, hiszem, nem is tudom. Egyik napról a másikra, ezt nagyon most képletesen mondom, mivel hogy maximum annyi, hogyha elromlik egy gép, akkor vagy azt tudod fejleszteni, hogyha esetleg elavult. Ennyi nagyjából? Persze, hát gépekkel nincs probléma. Tehát ezek a szerintem itt olyan kollégák vannak, akik gépeket gyártanak, már ők is egyre kevesebbek, bár most külföldre nagyon sokat, most beszéltem a múltkor velük, külföldre nagyon sokat eladtak. Tehát Lengyelországban megint ez reneszánszát éri. A másik kollégám Amsterdamban csinált egy szikvízüzemet, ott egy holland emberrel oda vitt ki, és akkor nagyon jól ment, csak annyi, hogy ott, mit tudom, 1 euró 20 centért cseréltek egy ilyen literes szódát. Igen. Gyorsan számoltam, nálatok abból majdnem egy rekeszteljünk. És Horvátországban csináltak üzemeket. Tehát úgy külföldön megint kezd úgy visszajönni, mert ott újdonság. Uh-huh.
Itt nálunk pedig ilyen leszállóágban van. Akik tudtak fejlődni, azok ők fennmaradtak. Vannak nagyon profi üzemek, vannak még itt Magyarországon. Miben profi? Mondd már el. Úgyhogy mi dilettánsok is megértsük. Hát az azt jelenti, hogy fejlődtek a korral, a technológiával, tudtak fejleszteni. Esztétikára odafigyelnek, ugye ezek visszaváltós palaszkok, 90%-ban visszaváltós palaszkokba palaszkozunk mi is, nem terheljük a környezetet. Ugye ezek a palaszkok, hogyha kikerülnek és visszajönnek, ezek plusz munkát igényelnek, ezeket fertőtleníteni kell. Mert a belsőt mindig át kell most előtted. A belsejét azt nem szoktuk, ugye, mert ez le van záró, azt látjuk, hogyha valaki feltépi, akkor az már megy a kukába. Tehát akkor az nem kell az megy a kukába, és mondjuk a külsejét folyamatosan fertőtlenítjük, mikor bejönnek. A 19 literes balonoknak annak a belsejét és külsejét is. Na, a B-verzió, mivel mondod, hogy leszállóákban van a szikvíz gyártás, azért a fejedben motoszkál valami? Szerencsejáték, ZRT, egy lottóötös. Nem, hát nekem ott van a két italüzletem, az egyik az egy prémium italüzlet, ami Nyíregyházán van, ott felső kategóriás italokat értékesítünk üzletbe, erre rá van helyezve még egy webshop, ami megy, tehát online kereskedelem. Ugyanúgy itt a szikvízüzemnél is van egy webshop, ami most a Covid vírus idején, az most meg, annak megugrott a látogatottsága. Ez működik egyébként? Tehát úgy, hogy na, nézzük gyakorlatban, rendelek tőled mondjuk egy üveg piát, szódát, teljesen mindegy, azt nekem kihozza a futár. Így van. De sok esetben olyan észletos magas a futár költsége, hogy vagy többet kell rendelni, vagy pedig megéri így, hogy annyira különleges? Nálunk itt ha a székvízüzemet nézzük, itt Tiszavasváriban például a kiszállítás díjmentes. Van egy webshopunk, van egy webshopunk, megrendeli, kiszállítjuk. A regionális körzetbe szállítunk csak ki. Nyíregyházán ott 6000 forint alatt, 500 forint a logisztikai, 6000 forint felett pedig díjmentes a kiszállítás. Ott nagyon sokan rendeltek, mikor volt a vírus, meg mai napig megmaradtak ezek a vevők. Nagyon sokan rendeltek ásványvizet, üdítőket, szörpöket. Az ital részlet, az egy külön dolog, ott a géressel szoktuk kiszállítani. Uh-huh. Vagy egy gyors futárcéggel. Milyen az elismertségetek? De a visszajelzések alapján mik a vélemények? Visszajelzések alapján, hála Istennek, jók a vélemények. Jó minőségbe gyártjuk a szikvizet. Ezt onnantól, mert Nyíregyházan nagyon sok új hely jött most be. Ott egy kicsit megborult a piac. És mindenki azt mondta, hogy megvan velünk elégedve, tehát jó a víznek a jó a minősége. Jobb, mint a másik beszállító volt, ezt mondják, és akkor... A színházi művészek legnagyobb elismerése a taps, nálatok pedig akkor a fogyasztás. Igen. Honnan tud remélni, hogy igen. Nő vagy csökken, vagy csapkan, vagy mi a helyzet. Így van. Tudom, hogy miről nem beszélgettünk még, amit fontosnak tartasz, és el szeretnél mondani? Hát szerintem itt örülbelül összefoglaltuk ennek a vállalkozásnak a történetét. Hogyan továbbul elmondtad, hogy ha esetleg a szikvíz az mint olyan. De nem bírom elképzelni, hogy megszűnjön, mert tényleg ott vannak, megnézik az áruházakat, nem rosszul mondom, a multikat tele vannak különféle, millióféle ásványvízzel, bóbimentessel, és ettől függetlenül mellette ti még tudtok működni, tehát aki leteszi a nagy esküt mellettetek, a gondolom azok meg is maradnak, nem? Igen, hát tudom, nagyon sok olyan vevőnk van, aki már 20 éve rendelt tőlünk. Tehát 20 éve, tehát nagyon, nagyon kevés a lemorzsolódás szokott lenni, ugye, mert miért ne lenne, de nagyon minimális. Tehát eddig hálásnak mindig csak nőttek a megrendeléseknek a száma. Na, ez jó. És végül egy búcsúzó. Egy fröccsentés.